Legutóbbi 5 mérkőzéséből a híres város csapata 2-t nyert és 3-szor kapott ki, míg a Hali csak a Berettyó ellen botlott, a többi találkozóját simán hozta. 5 percet kellett várni a Messzi István sportcsarnokban az első nagy szombathelyi helyzetre, Michel Melo remek passzát azonban nem tudta gólra váltani Hajmási. A 7. percben oldalról jöhettek a hazaiak a haladás kapu előterében, a belőtt labdát azonban Hajmási oroszta el, megiramodott Tombác ketrece felé, és a kifutó kapus mellett higgadtan a kapuba helyezett 0-1. Nem sokkal később egyenlítési lehetőség a túloldalon, egy gyors kontra végén előbb Rutai, majd Móra próbálta bevenni Alasztics kapuját sikertelenül. A 15. percben ismét egy szombathelyi kontra lódult meg a baloldalon, aminek a végén Vidák mattolt a Tombácot 0-2. A második félidőben Gerencsérről feledkeztek meg a hazai védők, a haladás 23-asa pedig senkitől sem zavartatva továbbította Simics szabadrugását a kecskeméti kapuba. 35. perc ismét szabaddal jöhet a Szombathely, a figura végén Drót is feliratkozott a góllövők közé 0-4. Az utolsó előtti percben egy vendéglabdavesztést követően Rutai szépítő találatával állította be a végeredményt, Kecskemét haladás 1-4. A vasiak ezen a héten még pénteken is pályára lépnek hazai környezetben, ahol 18:30-től a Veszprémmel csapnak össze.